2004 előtt a lakosság teljes lakáshitel állománya 1220 milliárd forint volt, és ennek mindösszesen 1,3%-át, vagyis 20 milliárd forintot tett ki a ma legnagyobb problémát okozó devizahitelek aránya. Mára a magyar lakosság több mint 6300 milliárd forint értékű lakáshitelt nyög. 2002 és 2010 között a devizahitelek összege a 140-szeresére emelkedett. Egy nemrég készült jelentés szerint 2011 nyarán 576 ezer háztartásnak volt lakáscélú jelzálog hitele, 1 millió 900 ezer főt, tehát minden ötödik magyar embert érintett a lakáshitelezés. A háztartások közel felének 287 ezer családnak deviza alapú, 289 ezer családnak pedig forint alapú jelzáloghoz kötött lakáshitele volt. A hitelt felvevők jellemzően gyermeket nevelő családok. A gyermekes családok több mint egynegyede rendelkezik lakáshitellel. A bajba jutott lakáshiteleseknek a kormány az elmúlt években több eszközzel is próbált segíteni. Többször léptettek életbe kilakoltatási moratóriumot, a bajba jutott lakáshiteleseket segítő törvénycsomag született, és 5 pontos otthonvédelmi akcióterv is készült árfolyamgáttal, otthonvédelmi kamattámogatással, fokozatos, limitált árverezéssel, valamint létrejött a Nemzeti Eszközkezelő. A most életbe lépett adómentes lakáscélú támogatás lehetősége is segítséget jelenthet azok számára, akik élni tudnak vele. Már 2013-ban is adhatott a munkáltató adómentes lakáscélú támogatást a munkavállalóinak. Míg eddig a lakás vásárlására, építésére, bővítésére és korszerűsítésére adhatott a munkáltató támogatást, addig 2014-ben az ilyen célra felvett hitelek törlesztésébe is besegíthet, ezúttal köztehermentesen. Olyan lakáshitelest lehet támogatni a munkáltatónak adómentesen, köztermentesen, ami a lakástámogatásokról szóló kormányrendeletben a méltányolható lakásigény kategóriájába tartozó ingatlanról van szó, illetve a ingatlan, amennyiben építésre kerülje az építési költség, a bekerülési költségnek a 30%-áig, amennyiben lakásvételről, ingatlan vételről van szó, akkor a vételár 30%-áig terjedhet ki ez az adómentes munkáltatói támogatás azzal, hogy visszamenőleg 5 évre figyelembe kell venni a magánszemély munkavállaló által más munkáltatóknál kapott támogatásokat is, és így ezen feltétel mellett ez a keret nem haladhatja meg az 5 millió forintot. A NAV Veszprém megyei adóigazgatóságának vezetője azt mondja, a munkáltatónak célszerű ezt az adómentes támogatási formát a kafetéria rendszerébe beemelni. Az adómentes támogatást mindenkinek egyenlő feltételek szerint lehet igénybe venni, és minden munkavállaló számára nyilvánossá kell tenni, hogy a lehetőséggel hogyan, milyen feltételek mellett tud élni. Független attól, hogy deviza alapú vagy forint alapú a hitel, mindegyikre igénybe lehet venni. Amennyiben erre lehetősége van a munkavállalónak, igazolásokat kell benyújtani a munkáltatója felé. Ez vagy a kincstár által kiállított igazolás, vagy a pénzintézet által kiállított igazolás, amivel megállapíthatók azok a feltételek, ami alapján a támogatás adómentesen nyújtható a munkavállaló számára. Sokan keresik már a kiskaput. A bér lecsökkentése és ugyanaz az összeg kifizetése támogatásként nem megoldás. Ez esetben a NAV bérjellegű juttatásnak minősíteni a támogatást, és így az összes adó és járulék terhet kivetni a cégre. Ami bér volt korábban, az nem lehet lakáshitel törlesztési támogatás a jövőben. Ugyanígy nem alakítható át a prémium sem. A lakáshitelesek megsegítésére szolgáló adómentes támogatásnak nem az a célja, hogy ezzel a munkavállalóknak a munkaszerződésben és egyéb szerződésben megállapított munkabérét csökkentse, hanem a megállapított és elvégzett munka után járó bér mellett, a munkáltató lehetőségei mellett és megállapodás alapján a kafetéria rendszerben a munkabér mellett adható adómentes juttatása, tehát a kettő véleményem szerint nem összekeverendő, és nem lehet egymás terhére beszámítani az egyiket a másikba. Amellett, hogy az új adómentes támogatással havi hiteltörlesztési terheink némileg könnyebbé válhatnak munkáltatón közreműködése esetén, fontos tudni, hogy a bankok hitelkínálata is jelentősen átalakult.
Az erőteljes kamatcsökkentés hatott a hitelekre is, így akár lényegesen olcsóbb hitellel lecserélhetjük meglévő hitelünket.